A Radobasket elleni 41 pontos győzelemmel fejezte be a bajnokságot a nyíregyházi kosársuli, amely az 5. helyen zárta az idényt az amatőr NBA zöld csoportjában. Az NKS 19 győzelmet szerezve mindössze 2 sikerrel maradt el a bronzérmes Kislenke Akadémiától. Farkasinszki Gyuláné szakmai igazgató szerint egy kis szerencsével akár előrébb is végezhettek volna a tabellán. Amikor a bajnokságot kezdtük, akkor úgy gondolom, hogy az 5. helyen maximálisan kiegyeztünk volna. Az igazság, hogy itt az év elején a 2 sérültünk volt, a Karakó Dorin és a Dobó Lilla, ami behatárolta a szezonnak a kezdetét, tehát így ott több olyan mérkőzést buktunk, amit nem kellett volna. Viszont az Arazsófi érkezésével egy olyan stabil palánk alatti maga alakult ki, hogy onnantól kezdve a meghatározó kisemberek segítségével, tehát olyan mérkőzéseket is tudtunk fogni, amire hogy nem is számítottunk. Hát itt volt például a Szent Pál Akadémia, amit egyedül mi tudtunk 2-ből 2-ször megverni. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kiegyensúlyozottak voltak a második fél évben a lányok. Nagyon jó teljesítményt nyújtottak összességében. Együtt volt a csapat, egymásért küzdöttek, és tényleg voltak olyan mérkőzések, főleg az utolsó mérkőzés, amikor a Radobasket ellen játszottunk, az már egy ilyen felszabadult és nagyon-nagyon élvezetes mérkőzése alakult. Mivel nagyon sok fiatal játszik a csapatban, az eredmények mellett a játékosok fejlődésének is örült a szakvezető. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat léptünk előre, tehát azok a játékosok, akik eddig tényleg epizód szerepet tudtak a csapatban eltölteni, és nem voltak annyit pályán, azoknak is kellő játékpercet tudtunk adni, és ugye ez azért is fontos volt, hogy tudjuk forgatni a csapatot, mert rengeteg mérkőzést játszottunk, tehát úgy az NB1-ben, mint majd az utánpótlásban, tehát muszáj volt az, hogy a kulcs játékosainkat ne kelljen túlterhelni, és ezért volt ez nagyon lényeges, hogy azok az emberek, akik mind a két bajnokságban játszottak, ki tudták egészíteni egymást, és nem kellett tényleg 40 percen keresztül pályán tartanunk a játékosainkat. Szerintem nagyon szuper volt minden szempontból, mert már kadettkorú játékosokat is tudtunk egy-egy mérkőzésen pályára léptetni, és hogy ez a jövő szempontjából nagyon fontos volt. Az NKS játékosai közül Dobó Lilla tagja a debreceni U17-es világbajnokságra készülő válogatott keretnek, Mátyás Eszter pedig a 3x3-as U18-as válogatottal készül. A nyíregyházi kosársuli a jövő héten több mint 40 gyereket vár napközis edzőtáborába. A nyár folyamán még a Balatonon, majd hazai környezetben napközis és bentlakásos táborban csiszolhatják kosártudásukat a fiatalok.